Ez volt a bejárat? Nem, az előre volt bejárat, hogy fent kéne elmenni kicsit. Hát menjünk körbe. Vagy körbe, vagy hátulra. Aha, menjél te. Hát kérem szépen, tiszteletben nézzük meg. Egy elhagyatott hotel. Na, megvan. Szuper. Úgyhogy ezt fogjuk megnézni az elkövetkezendő 10-15 percben. Elég romatja állapotban van már. Laci, te is videózz már majd, jó? Mert... Igen, mert nem tudom, hogy jó lesz-e a minőség, legyen inkább duplikálva. Szóval... Elég rossz állapotban van ez a hotel. Pedig úgy néz ki, hogy ez is egy felújítás közepette állt meg. Igen. Fúj jég. Nem látok semmit. A lámpa is merülőben, mert ez már itt egyébként a túranapunknak a erősen a második fele. Az Ubex Hungary team-mel. De hol ázik be? Hát jó. Hát húzott van, Atik, húzott van. Itt is ugyanaz van, nézd csak, de mik lehetek itt ezek a helyiségek? Nézd csak. Csak el ne csúszok rajta. De egyébként ez egy ilyen újonnan hozzáépített valami, nézd. Látszik a falon. Hát tehát látszik a falon, hogy ez itt... Ez itt nem lehet felmenni. Még kevés a fényünk. Úgyhogy elégedjetek most meg ennyivel. Így de komoly. Ez itt a gépészeti rész. Csak ez a probléma, hogy nem lehet felmenni. Vagy hát, hogyan? És miként? És merre? Ajjaj. Ha, érdekes. Na szóval itt nem tudunk felmenni. Keresni kell egy lépcsőt. Nincs. Baj van. Nem lehet felmenni. Én újonnan hozzáépítettük. Így nem láttatok sehol lépcsőházat? Akkor szopás. Akkor viszont meg kell még jobban kerülni az épületet, hogy be kell menni egy másik bejáraton. Vagy most megpróbálok. Hogy ez most a gazdasági része volt-e, vagy, vagy itt is különálló apartmanok szobák voltak, ezt nem tudom. Teljesen szép helyen, sőt mondhatnánk gyönyörű festékkörnyezetben van ez a szálloda. Csak hát, úgymond nem sikerült. Ha, teljesen érdekes, hogy itt nem lehet bemenni. Egy lépcsőház. Ez kéne nekem. Na, várjátok, hogy bemászok. Ó, és a bent is vagyok.
Na, ez itt a... Ez itt az a szint, ahol már valóban a szlovák voltak. Itt a lépcső! Itt a lépcsőház. Ahó! Hé! Itt van a lépcsőház. De előtte még körbe nézünk lent. Azt a gyerekek, oda nézzetek! Ez a falon kívüli vezetékelésnek volt a gyönyöre, amikor még egybe volt. Szépen a kábel létrán végig. Ez már csak ennyi maradt belőle. Valószínűleg az lehetett ott az elektromos helyiség. Tartály szétvágva. De miért vághatták ezt így szét? Felmegyünk? Na, akkor megyünk fel. Itt mi van? Szemét. Nincsen semmi, és akkor itt a lépcsőház. Nem tudom. Feljött, megtalálta. Hogy jöttetek fel? Itt. Szabadon? Nem, itt. Itt a lépcsőház. Én is ott jöttem fel, de itt ugrottam az aludni. Nem. Mi? Aha. De hol volt a lentől a bejárata? Felmásztatok azon a izen? A lépcső oda van, hogy a folyosó volt. Ezt a nálunk volt a gyönyörű. Nem nagy ez, mondhatnánk, egyszerűen csak ennek is egy kicsi. Itt lett volna a főbejárat, gyanítom, csak nem készült el. Na majd lefele mennek, megmutatjátok, hogy merre jöttetek be, mert én azt nem találtam. Nem, nem, nem. Hát egy szóval van. Akkor irány még feljebb. Jó, a tetőszerkezetet nézzétek. Elég nagy. Reméljük nem szakadánk. Tetőtér. Itt ugye nincsenek szobák, viszont a másik oldalon vannak. Itt vannak merve. Üdvőszoba. És egy szoba, ahogy mondtam már egy két videómban. De most nem így fogom. Viszonylag eldugott helyen van ez. Nem azért, mert nem látni, mert az útról látni, de itt távol minden forgalmas résztől. És ide nagyon vandálok. Nem jönnek, hát biztos voltak, és látszik is a nyomaik, de annyira nincs szétverve az épület. Azok a szerelvénydobozok se régiek, tehát itt látszik, hogy itt is valami újításnak van nyoma. Igen, borzalmas állapotban van egyébként a padlás, meg az egész tetőszerkezet ennek a dolognak. Egy vizes blokk, egy szoba. Vannak itt papírok.
Nézzük, mi lehet ez? A megjegyzések, vagy megnevezések. Fenti ételekhez kivételezett mentség. 1992. április 18. Tehát ez egy 1992-es év, és valami élelmiszerrel kapcsolatos, mert ételekhez kivételezett mennyiség, tehát valami raktárkészlet nyilvántartás lehetett ez 92-ben. Ez is 92, ugyanazon éven belül, ez még január 24. Liszt, tejföl, citromlé, olaj. Na, látszik. Helyszínel, mint egy rendőr. Legjobb dolga Attilának van a csapatban. Fotózgat aztán, ennyi. Mondom éppen a videóban, hogy ezek a panelházas ablakok. Ugyanez. Hát, vagy egyszerűen abban az időbe kerültek ez épült, mikor az a... Azt mondtad, kell egy kilincs. De ha ezt itt levágod. Fölvegyem Lacinak, mert neki nem volt. El fogja vinni? Fogja mondani, hogy jó lesz, mert... Na, hölgyeim és uraim, ezt a kilincset fogom Lászlónak elajándékozni, és figyeljük meg a reakciókat. Ha ne nézzetek, régi, szoci, beépített szekrény. Ez az igazi, szociális. Kedves László, egy ajándékkal szeretnék kedveskedni neked, és megköszönni a mai napot. Mondtad, hogy neked ilyened nincs. Igen. Az előbb azt mondtad. Most tőlem kapsz egyet ajándékba. Igen. Tessék. Köszönöm szépen. Ezt tudjátok, hogy mire való, hogyha nincs valahol az ajtóba kilincs, akkor ki lehet vele nyitni. Ez egy igazán megtisztelő ajándék. És Attila, azért zsebre verte. Igen, természetesen. Na nézzétek, ezt viszont nézzétek. Ez az igazi szocialista keresztbe nyíló ablak. Van elházas ablak. Jó. És azt a beépített szekrényt is elmondtad? Nem. Szocreál. Azt elmondtam, de látjátok, ez is ilyen frissebb vezeték. Nem hiszem, hogy volt. Mert én nem hinném, hogy kihúzgálták belőle, ezt úgy kezdték. De ez az ajtó viszont 1000 éves. Az 1000 éves, de ezeket most utólag gipszelték bele. Ezek nem voltak ott. Csak hogy tudjátok, nem tudom mennyire lesz érdekes a téma, bemászott egy ablakon, hogy megtalálja a lépcsőházat, mi meg megtaláltuk az elejét, és feljöttünk a lépcsőn. Szemétlára van, de ez... Csúcson kell a pályán. Hát ez... És csak ez egy üveges, drótos üveges történet volt. Igen. Na kérem szépen, ez volt az elhagyatott szálloda. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, és iratkozzatok fel a csatornánkra, Instagram oldalunkra, stb. Sziasztok!